Sziasztok, Geri vagyok a Konyhafőnökből, és ma egy mascarpone és asszalt paradicsomos békönös tésztát fogok nektek készíteni. Első lépésként kis olívaolajon le fogom pirítani nektek a békönt, utána pedig az asszalt paradicsomot így szép szeletekre felvágom, amit majd utána hozzá fogok adni. Mikor az asszalt paradicsomot felvágom, akkor mindig hozzá szoktam adni abból a levéből, amiben a befőtbe van, az ad neki egy ilyen kicsit ilyen édesebb ízt ennek az egész békönös cuccnak. Közben felraktam a vizet forni, úgyhogy adok hozzá egy kis sót, sőt, nem is kis sót, mert úgy tudom, hogy a főzővíznek olyan sósnak kell lennie, mint a tenger. És mehet is hozzá a spagetti. Ha megvagyunk az asszalt paradicsommal, akkor jöhet hozzá a mascarpone. Ha már úgy látom, hogy a mascarpone az a hőhatására hogy felolvad, még látom, hogy nem olyan folyékony, akkor egy kicsit felszoktam hígítani tejszínnel. Miután úgy látom, hogy állagra már megfelelő, teszek bele borsot, teszek bele szárított oregánot és szárított bazsalikomot is. Úgy látom, hogy a tészta közben el is készült, úgyhogy leszűröm. Ha leszűrtem, akkor jöhet is vissza a fazékba, mert hogy ebbe fogom összekeverni a mascarpone szósszal. Miután úgy látom, hogy már majdnem kész a mascarpone szósz, akkor leresztelek egy kis parmezán sajtot, és azt fogom hozzáadni. Tökéletes lett, úgyhogy mehet is rá a tésztára. Halljátok ezt? The sound of love. Készen is vagyunk, és a tálaláshoz még fogok készíteni egy parmezán ropogóst, és adok még hozzá friss bazsalikomot is. El is készültünk, ez lett az én mascarpone és asszalt paradicsomos békönös tésztám. Ha tetszett, készítsetek el ti is otthon, és ne felejtsétek el nézni a Konyhafőnököt. Sziasztok!